egy rabló alszik. Alszik egy rabló. Mikor ránéz, akkor látszik, hogy be van, hogy ez egy rabló. Olyan tetoválás. És mondja nekem ez a Lajcsi, hogy Bálint, annak az embernek az édesanyja nagyon rendes asszony. Nagyon rendes asszony. Vagy csak a két fia el van zűlve teljesen. Tehát Bálint azt mondja, nem tudok megnyugodni, el kéne menni ehhez a nénihez, és bizonyságot tenni. Hú, ismerem azt a nénit, egy volt kommunista néni. Olyan kommunista, meg volt bolondulva a kommunista volt. Lenin volt a mindenem. De azt mondja, érzem, hogy el kell menni. Hát jó, vagy van, amikor elmenek, hát én is félek, hát ki fog kergetni minket a néni, kommunista néni. Lehet elővesz egy kalasnyikomot, és le is lőjünket a Lenin nevében, meg a Marx nevében. És egyszer csak ez az ember, képzeljétek el, gyalogta a deszkát, és a deszka mellett egy picit az ujjával is legyalogott. Nagyon rosszul volt az ujja, és legyalogott két ujjat. És akkor találkoztam vele, hogy vagy, mi van? Bálint, nekem ez egy jel, nekünk el kell menni ahhoz a nénihez. Ezt nekem az Úr mondta, hogy kész. Képzeljétek el, vasárnap, Isten tisztelet, délután nem jönünk ebédelni, elmentünk oda, bementünk egy olyan blokkház, kéteveletes ház, a folyóson imádkoztunk, mondom, segíts, reszkedve, félre, bemegyünk, kapogunk, kinyitja a néni, áll két úriember, biztos jelhogatlan, mit akarnak? És azt mondja ez a Lajcsi, hogy kezdjük csókolom, Lida néni, ez én vagyok. Lajoskám, te vagy, hát gyere be, gyere nekem, te vagy, nem ismerlek meg, hát úgy, de nem legyen a börtönről ki. Testvéreim, bejöttünk, én is bemutatkoztam, engemet is ismerem, a rokonságot. Leültünk, mi 4 óráig hallgattuk azt a nénit. Kiderült, hogy kommunizmusban teljesen csalódott. Azt a nénit, mint könyvelőt valahol felvettek egy cégre. Nem tudom, milyen sikasztást csináltak a nénit, majdnem beültették a börtönbe. Ő az életében ennyit se lopott el, nagyon tisztességes az. 4 órát beszélt az a nénit. És a végén mi beszéltünk, csak egy picit. A Krisztus kegyelmét. Meghívtuk a gyülekezetbe. Kedden ülünk az Isten tiszteleten. Kell, hogy kezdődjön az Isten tisztelet. Úgy volt nálunk a gyülekezetben, hogy mindig összegyűltünk és énekeltünk. Az énekben. Akik voltunk, fél órában hamarabb jöttünk és énekeltünk. És úgy a gyülekezet ráhangolódott. Csendesen, fél hangban énekelt. Egyszer csak nézzük, bejön a nénike. Ahogy bejött egy kis imaház, bejött, megáll, meghallott az énekünket, és elkezdett sírni. Elkezdett sírni a néni. Azoktól, hogy nem hagyott el egy Isten tiszteletet. 2 hét múlva, szintén hétköznap, menjünk kifele, ágad az Úr, menjünk elfelezni, csak a pásztor, testvérek, várjanak, jöjjenek vissza! Egy lélek ki akar békülni az Úrban. Az a kommunista nénik ott imádkozott. Hála az Úrban, testvérek, olyan emberek. Vele megint merítkezett. Mert csak engedelmesek voltunk az Úrnak és elmentünk. Bizonyságot tenni. Testvéreim, a puszta egy jó hely. De meddig fog tartani ez a puszta az életünk? Azt is felteszünk a kérdést. Mert ez már rajtunk múlik, testvéreim. Az Úr Jézusnak elég volt 40 nap. A mindenható Atya a zsidó népnek elrendelt 40 nap. Igen. Mennyi lett belőle? 40 év. Az Isten úgy akarta? Nem. Az ember ezt akarta. És azért, testvéreim, minél hamarabb megalázunk magunkat, minél hamarabb engedelmeskedni kezdünk, minél hamarabb megtanuljuk, amit akar tanítani minket az Úr, annál hamarabb bevegyünk a drága Kánaánba, élhetünk boldogan, és várhatjuk a legközelebbi pusztát, de már megerősödve az Úr kegyelméből, és mehetünk tovább a mennyei Kánaánba. Drága testvérem, puszta nélkül lehetetlen a hívő ember élete, de egy nagyon álmod. És mikor visszatekintem azokra a dolgokra, azt mondom, milyen jó, hogy az Úr átvezetett ezen engem. Hogy most megerősödtem, több örömöm van, jobban értékelem az Isten szeretetét, és jobban tudom szeretni a testvéreimet. Jobban tudok gyönyörködni az Isten munkájában, amit végez a testvéreimet. Ezt kívánom a testvéreimet. Lehet valaki most a pusztában van. Testvérem, ne csügyedj el. Eljött tovább az Úrban. Jobban tudom járni. Ki fog vezetni nagyon hamar, csak bízunk benne. Aki pedig egy puszta előtt áll, ne féljenek a pusztátok testvéreim. Menjenek be nyugodtan, mert ki fog vezetni az Úr? Miben? A lélek elejében. A lélek elejében
megerősödni. És ezt kívánom a gyülekezetnek is. Sok áldást kívánok.